Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Stúdió KB június 17-ei adását látják, melyben elsőként óvodás rajz sikerekről számolunk be. Tűzoltó versenyt rendezett a Veszprém megyei Tűzoltó Szövetség. Az eseménynek hosszú évtizedek után Zirc adott otthont. A tudósítás után a Városi Gyermeknap színes programjaiba kukkantunk be, majd a múzeumok éjszakájára invitálják nézőinket a résztvevő intézmények képviselői. Adásunkat az általános iskola ballagási ünnepségén készített összeállítással zárjuk. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk! Június 20-án hétfőn 17 órától ülésezik a képviselőtestület, a meghívóban szereplő napirendi pontok megtekinthetők a www.zirc.hu oldalon. Nagyon nagy örömmel szolgált ez, hogy Zirciek lehetnek a díjazottak, illetve Zircről kerültek ki a díjazottak. Eredményesen szerepelt a Zirci Benedekelek óvoda és bölcsöde az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett alkotói pályázaton. Az idei évben olyan alkotásokat vártak, amelyeken az óvodások és az iskolások a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják. Az óvodások egyénileg elkészített szabadkézi rajzokkal vagy csoportos kézműves alkotásokkal jelentkezhettek a pályázatra. A megyei fordulón az Zirci Benedekelek óvoda és bölcsöde napraforgó csoportjának pályamunkája külön díjban részesült, Mohai Máté zirci óvodás pedig első helyezést ért el egyéni kategóriában, és tovább küldték alkotását a pályázat országos fordulójára. A díjakat Zircen a Németh Tamás tűzoltó laktanyánál adták át. Az óvodai csoportot és kísérőiket ifjabb Szelthoffer Ferenc, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka köszöntötte. Mint azt hangsúlyozta, nagy örömére szolgál, hogy a zirci óvodások is díjazásban részesültek a pályázaton, majd bajtársai közreműködésével átadta az ajándékcsomagokat. A gyerekek egyéb jutalomban is részesültek, beülhettek a tűzoltóautóba, amelynek a szirénája meg is szólalt az óvodai csoport látogatása alkalmával. Magukra ölthették a védősisakot, és nagy élvezettel fecskendezték a vizet a laktanya forró aszfaltjára. Óvodánk fontosnak tartja, hogy már kiskorban elsajátítassa a gyermekekkel a saját és környezetük biztonságára vonatkozó szabályokat, így jó kapcsolatot ápolunk az zirci rendőrőrséggel, az zirci mentőállomással és az zirci önkormányzati tűzoltósággal is, mondta el Rottweil Judit óvodapedagógus. Az intézmény köszönetét fejezi ki ifjabb Szelthoffer Ferencnek, hogy a nevelési év során a gyerekek saját élmények útján ismerkedhetnek meg a tűzoltók munkájával, bepillanthatnak az életükbe, kipróbálhatják az oltáshoz szükséges eszközöket. Városunk adott otthont az önkéntes, létesítményi és önkormányzati tűzoltó egyesületek megyei versenyének, a Veszprém megyei Tűzoltó Szövetség, az Zirci Önkormányzati Tűzoltóság és az Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendezésében. A sportpályára felsorakozó tűzoltó csapatokat Igaz Sándor, a Veszprém megyei Tűzoltó Szövetség elnöke köszöntötte elsőként, és köszönetét fejezte ki a rendezvény támogatóinak, mivel az a szakmai szervezeteken túl nem jöhetett volna létre a helyi gazdálkodó szervezetek, magánemberek önzetlen hozzájárulása és segítsége nélkül. A tűzoltóversenyt Ottó Péter polgármester nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hogy Zirc városa hosszú idő után újra otthont adhat egy tűzoltó versenynek. Hangsúlyozta, hogy a tűzvédelem és a tűzoltás mindig is egy közösségi tevékenység volt, hiszen emberek összehangolt munkájára van szükség ahhoz, hogy megelőzzük a tűzeseteket, illetve urrá legyünk rajtuk. Rövid történeti áttekintésében megemlítette, hogy a tűzvédelem szervezett szintre az 1870-es évek környékén lépett. Ekkor hívták életre az első hivatásos és az első önkéntes tűzoltóságokat, megalapításuk Gróf Széchenyi Ödön nevéhez fűződik. Nagyon fontos feladatnak nevezte az önkéntességet, és örömmel tapasztalta,
hogy jelen van az utánpótlás, a legkisebbek is átérzik a felelősségét annak, hogyha baj van, akkor a helyben lévők tudnak a leggyorsabban beavatkozni, segítségére sietni az arra rászoruló embereknek. A városvezető azt kívánta a tűzoltóknak, hogy legyen kellő elhivatottságuk, erejük, kitartásuk, jó egészségük, hogy sok-sok évtizeden keresztül tudják szolgálni helyi közösségeikben a tűz elleni védekezés nemes ügyét. Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója köszönetét fejezte ki az igazgatóság és a hivatásos állomány nevében azért az áldozatos munkáért, tevékenységért, amelyet a megyei tűzoltó egyesületek végeznek, eredményesen járulnak hozzá a biztonsághoz, Veszprém megye mentő tűzvédelméhez. Kiemelte azt is, hogy komoly fejlődésen ment keresztül az önkéntes tűzoltóság az elmúlt években, az egyesületek száma megszaporodott. A jelentős állami támogatásnak köszönhetően pedig az önkéntes tűzoltók képességeit, hatékonyságát is sikerül fejleszteni. Hangsúlyozta, hogy az ügyesség, állóképesség fejlesztése mellett ezek a nemes versenyek arra is alkalmasak, hogy az ismeretségek, barátságok, kapcsolatok szövődjenek a bajtársak között. A tűzoltóversenyt Dékány Árpád Sixtus Emiratus főapát, tiszteletbeli tűzoltó áldotta meg. A pályabejárást követően stafétafutással vette kezdetét a versengés, majd különböző ügyességi feladatokban adtak számot a tűzoltók a tudásukról, tetrekészségükről. A versenyen a következő eredmények születtek. Osztott sugárszerelés gyermek-leány kategóriában első bakonyoszlop, a fiúknál első zalahaláp, második bakonyoszlop. Az ifjúsági korosztályban ugyanilyen eredmény született. A női felnőtt kategóriában első lett bakonyoszlop, a férfiaknál Tótvázsony, második Devecser, harmadik bakonyoszlop. Kismotorfecskendő szerelésben az erősebb nem korosztálya mérte össze tudását, itt az ifjúsági korcsoportban a zalahalápi Sáska csapat ért el dobogós helyezést, a felnőtteknél pedig Tótvázsony. A szervezők minden résztvevőt ebéddel láttak vendégül. A rendezvény kísérő programjaként a Magyar Vöröskereszt Zirci területi szervezete véradást szervezett a művelődési házban. Ez alkalomból adták át a gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet és a Veszprém megye tűzoltó védelméért kitüntetéseket is. A Veszprém megyei Tűzoltószövetség is adományozott díjakat, ezt térségünkből Ottó Péter Zirc polgármestere, Wolf Ferenc bakonyoszlop polgármestere és az Zirci önkéntes tűzoltó egyesület érdemelte ki. Az ajándéktárgyat ifjabb Szelthoffer Ferenc elnök vette át az Zirci szervező csapat nevében. Külön díjban részesült Detre Ferenc városunk polgára, tiszteletbeli tűzoltó. A Veszprém megyei Tűzoltószövetség tisztújító közgyűlését is megtartották a verseny napján. Zircről Szelthoffer Ferencet választották az elnökség egyik tagjává. Intézményünk a felkért közreműködőkkel és önkéntesekkel karöltve sok-sok programmal készült a Városi Gyermeknapra, hogy idén is emlékezetessé tegye kicsik és nagyok számára egyaránt ezt a napot. Kilenc órakor kaktusz kiállítással és vásárral kezdődött a rendezvény. A kaktuszok a legnépszerűbb szobanövények közé tartoznak, mely az érdeklődők számában is jól megmutatkozott egész nap. Nagyon sokan örömüket lelték a különleges növényekben. A szombati első Zirci kaktusz kiállításon a kezdeményező ötletgazda személyében Bazsó Juditot tisztelhettük, további vendégeink voltak Hóbor Zsolt, Werkman Bertalan, Zsidai Bertalan és csodálatos növényeik. A sokak tetszését elnyerő kiállítással az intézmény hagyományt is kíván teremteni. A cél az, hogy jövőre is legyen folytatás. Ugyanez a leve is, tehát ugye minden növényeket,
azért már... A Városi Gyermeknap délelőttjén a legkisebbeké volt a terep. Kerekítő foglalkozás várta a piciket, akik anyukákkal, apukákkal, nagymamákkal együtt remek hangulatban játszották, énekelték végig a délelőttöt Fizül Katával. Csak azt mondod, hogy fú, jó! El is szaladok játszani, sziasztok! Gyertek utána a gyereknapi vásárba! Jöhet a másik talpacska! Itt van a patkó, itt vannak a szögek, dur, 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 itt vannak a szögek. Megsimázom, megreszelem, kész, mutat a kis csikó, jöhet a negyedik lába. Anya, itt lesz jó, majd arrébb egy kicsit, te meg szépen csinálsz, jó? Itt nálam a telefő. Nem tudsz telefon, mit, a gitárt. Csinálja. Délután a művelődési ház melletti rendezvényi területen felállított színpadon Prém Orsolya, a gyermeknap műsorvezetője köszöntötte a pódium előtt összegyűlt gyereksereget. Ekkor indult útjára a Kincsek a kapuban elnevezésű vetélkedő. A kincskereső városi barangolás során az igazán szemfüleseknek képeket és montázsokat kellett kapukon, kirakatokban felfedezniük, már elpusztult és a még megmenthető épített és természeti értékeinkről. Amikor a 12 kincskereső csapat útnak indult, a gyermeknapi kalandos játékkavalkád is megnyitotta képzeletbeli kapuját. Felzúgtak az írci vagányok vadmotorjai, a hosszú réten. A rendezvény végéig hosszú sor kígyózott a kvados csapatnál, hogy kipróbálhassák a nem mindennapi sportos élményt. Hasonlóan népszerű volt a mesevonat, a lovaskocsikázás és az íjászat is. Az igazi szuperhősök a lánglovagok bőrébe bújhattak és megleshették azt is, hogy milyen összetett felszereltségű egy igazi tűzoltó autó. A népi játékpark és légvár is remek kikapcsolódást nyújtott a gyerekeknek, az elmaradhatatlan kosaras hinta pedig megállás nélkül forgott körbe. A társasjáték partihoz csatlakozva valamennyien fokozhatták a közös játék örömét, izgalmát, ahogy a kézműves foglalkoztató is az együttalkotás közösségkovácsoló erejét hívta életre. Gyermeknapi színpadunkon köszönthettük a babtársulatot, akik Óriás Bábos, Három kívánság, avagy Jelenetek egy házasságból című
zenés utcaszínházi előadásukkal ajándékozták meg a közönséget. A nappal szemben! A tengernek háttal! Hölgyeim és uraim, jó hírem van az önök számára. Kicsit hátrébb. Arra úgy köszönöm. Jó hírem van az önök számára. Az előadás színes lesz! Akkor bemutatjuk a 3D-s lejátszás. Indul! Az országban keresztül Kasul utazva lép fel a babtársulat, akik most az Zirci gyermeknapon örvendeztetik meg a közönséget. Hogyan, mikor, milyen céllal alakult meg a babtársulat? Hát a babtársulatot Cugman Zoltán, illetve az akkori tagok alapították, ezek 1990 körül. Én mint zenész kapcsolódtam hozzájuk olyan 94-ben, 94-től vagyok így velük. A célja az volt, hogy gyerekeknek is és felnőtteknek is egy ilyen előadást hozzunk létre, utcaszínházi előadást, ami mondom, egy ugyanúgy érdekes és szórakoztató lehet felnőttnek, mint gyereknek is. Tehát nem kimondottan gyerekműsor. A különböző, tehát a történet önmagában sokszor az azt mondhatnánk, hogy gyerekeknek való, de közben meg olyan párhuzamos poénok, tehát több értelmű poénok is elhangzanak, amiket meg főleg a felnőttek tudják értékelni. Rendkívül látványosak az előadásaik, ha csak az óriás bábokra gondolok. Hogyan kerültek kapcsolatba a bábművészettel? Hát igen, tehát a bábjaink, ugye van kettő mindenképpen ilyen kimondottan óriás bábos előadás. Az egyik az amit itt fogunk Zircen is játszani, ez a három kívánság, avagy jelenetek egy házasságból. A másik, de igen, akkor először ez, tehát itt ugye ez a három kívánság mese az alapján megy a dolog, de közben meg ugye a férfinő megismerkedése, majd aztán a megszületendő gyerek, és mindenféle közben lévő problémák előjönnek. És a végén persze jól sül el a dolog. A másik az pedig a Fenevadak az utcán, itt pedig van egy óriás nagy medve, akkor van egy farkas, meg egy ember méretű tulajdonképpen varacskos disznó. És mindegyiknél ott van a mesének a vezetője, a kikiáltó. Ugye ez egy régi fajta utcaszínházi műfaj, illetve produkció, idegen szóval ez a Commedia dell'arte típusú előadások ezek, ahol van általában egy kikiáltó, aki kikiáltja, illetve narrálja az előadást, és akkor vannak a szereplők, akik mozognak maguktól, de van, amikor maga esetleg a kikiáltó, ő mozgatja ezeket. És akkor mindezt két zenész szokta kísérni, Török Sippal, én azon játszom, vagy Furuján, és van egy dobos, aki még dobol, meg még majd megláthatjátok egy ilyen cicél, tehát egy ilyen kis levéldarabkával, levéldarabkán sípol szintén. Mennyire vonhatóak be ezekbe az előadásokba a gyerekek, mennyire interaktívak? Igen, tehát ezekben mind van interakció is, tehát hogy vannak olyan pontok, ahol bevonjuk a gyerekeket, vagy akár felnőttet is. Aki látja, megtapsolja. Éles látás, éles látás. Nette meg ne piszkáljad. Nem zavarja önöket, hogy mesztel... De figyelj, azért felöltözhetné volna, ez most egy olyan produkció. Gigagépek csatájának lehettünk tanúi, amelynek során John Deere traktorok mérték össze erejüket. Thank you.
A Magyar Vöröskereszt zirci területi szervezete késő estig szüntelen sürgött forgott a művelődési ház konyhájában, és készítette a finom palacsintát, gófrit és sajtos lángost. A kincsek a kapuban játék legeredményesebb kincskeresője a Bartus család, Fogl Áron, György Márta, Hombolygó Márk, Jakab Kornél, Kovács Anna és a Zelóbis család volt, de minden résztvevőt jutalmaztak a szervezők. Köszönjük szépen a részvételt, további jó szórakozást! A gyermeknap zárásaként a Népművészet ifjú mestere címmel büszkélkedő, autentikus magyar népzenét játszó kolompos együttes lépett színpadra, és adott fergeteges, interaktív koncertet. A jó hangulatú, vidám, játékos, táncos zenés mulatságon a fő cél az volt, hogy szórakoztató formában hozzák közel a kisgyerekekhez a magyar népművészetet. A színes programkínálatnak köszönhetően kicsik és nagyok egyaránt szép élményekkel gazdagodtak a Városi Gyermeknapon. Dallamot játszó hangszer, a hegedű. Na az vajon, ezt nem mondom meg, hogy milyen állathangja ahhoz hasonlít, ezt találjátok ki. Mehet? A bizonyám, a cicához hasonlít, mert nyávogos. Gyuri, megoszlanak. Az 1980-as évek végén jelent meg a kolompos együttes a hazai népzenei életben. Ha jól tudom, kezdetben tánc együttesek kísérőiként, táncházi zenekarként tettek szert ismeretségre. Mennyire jelentett ez biztos kiindulási alapot a zenekar előre meneteléhez? Hát igazából minden zenekar, amikor így elindul, akkor keres valami utat. Nincs biztos irány sehova, hanem vannak esetleges lehetőségek valóban táncegyütteseket kísérni, vagy hívnak táncházakba, és akkor muzsikálunk. Aztán valami kialakult. Tulajdonképpen nem mondhatom azt, hogy bármi nemű biztos alapot nyújtott a jövő szempontjából, de hogy útkeresésnek jó volt, meg annak jó volt, hogy muzsikáltunk együtt sokat, és kiszolgáltuk a táncegyütteseket, meg kiszolgáltuk a táncházba járó embereket, és akkor valahogy így alakult és kovácsolódott össze a csapat, és vettünk valamiféle irányt, elmozdulást. Azt meg tudná mondani, hogy mi volt az a pont, vagy mi volt az az esemény, ami valódi áttörést jelentett az együttes életében? Hát így utólag már meg tudom mondani, akkor nem tudtam, de az, amikor először elhívtak kifejezetten gyerekeknek, kifejezetten egy óvodába elhívtak minket muzsikálni. És akkor kezdtünk arra ráérezni, nem pont az első alkalommal, mert az nagyon nehéz volt, és nem értettünk még annyira a gyerekekhez, nem tudtuk azt, hogy mikor kell beszélni, mikor nem kell beszélni, és hogy mit lehet a gyerekeknek, és mit nem lehet, mert ez nagyon érdekes terület. Viszont így utólag valóban az volt az a pillanat, amikor ráéreztünk, hogy mennyire fontos dolog, az legfontosabb dolog, hogy ilyen óvodás korban a gyerekek már találkozzanak a hagyományainkkal, a népzenével, az énekekkel, a táncival, és mindenféle olyan érdekes információ, és főképp játékkal, mert ez kell nekik a legjobban. Nagyon fontos, hogy itt már ők halljanak, itt már valamit megtapasztaljanak, és ezen keresztül aztán esetleg meg is szeressenek. És mi volt az a plusz mindezek mellett, ami ennyire aztán be tudta szippantani a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt? Hát elkezdtünk mindenfele járni, Magyarországon belül is, meg határon túl is, színházasdit kezdtünk csinálni, így van, most már nem is tudom, hogy hány ilyen mesejátékunk, van az Egyszer egy királyfitól kezdve, jönnek a huszárok, a Furiás Palko, a Pünkösdi király kisasszony, mindenféle, amiben aztán be is vontuk a gyerekeket, meg látvány elemek vannak, mi úgy hívjuk, hogy kolompos színház, mert természetesen nem rendes színház, mert mi zenészek vagyunk, a táncosunk, a Szántai Levente, meg a Móka mesterünk, úgyhogy nem színészek, de mi a magunk módján mindent mi csináltunk, a díszletektől kezdve a kellékeken keresztül, és azt hiszem ez volt az, amivel aztán elkezdtük a felnőtteket is, meg a gyerekeket is beszippantani.
Mint említette, nagyon fontosnak tartják minél kisebb korban a néphagyományainknak az átörökítését, és gondolom ez a kolompos tábornak is az egyik legfőbb célja, a szolgálata. Idén lesz-e tábor, és mi mindennel készülnek a gyerkőcöknek, felnőtteknek? Lesz. Elsősorban azzal készülünk, hogy 2 év kihagyás után az teljes szívünket és lelkünket beletesszük, és valóban itt 0 éves kortól vannak gyerekek. Tehát még 1 éves kort se érik el, de a nagy testvérő már esetleg 3 vagy 4 éves, vagy 5 éves, és akkor lejön az egész család. Ez egy, valóban egy családi tábor, tehát nem csak oda bedobják a gyerekeket, és akkor velünk vannak, hanem anya, apa, gyerekek, és így ilyen a koncepció is. Tehát nem csak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem van a felnőtteknek is tánctanítás, énektanítás, ők is a kézműveskedésben is részt vesznek, és hát reggeltől estig van program, tehát mi úgy hívjuk, hogy baba-mama simogató, ilyen babás-mamás játékoktól kezdve a hangszerrel való ismerkedés, mert nem tanítás, mert azért a zöme még nagyon kicsi gyerek, tehát inkább csak az, hogy ismerkedjenek, hogyan lehet megszólaltatni, mit lehet egy hangszerrel, mert azt azért nagyon szeretik a hangszereket a gyerekek, mit lehet csinálni ezekkel a hangszerekkel. És egész az esti mulatság, ami este 10 órakor fejeződik be, ja nem is, bocsánat, mert még utána még diafilmvetítés van. Nyár van, a gyerekek természetesen nem fekszenek le már 8 órakor, és akkor diafilmet néznek, azzal zárul az esti program. Akit esetleg érdekel ez a tábor, az hol kaphat róla bővebb információt? Hát a honlapunkon, vagy a Facebook oldalunkon, és azt mondom, hogy most már korlátozott számban van lehetőség, mert elfogynak a szállásaink, és ezt úgy kell elképzelni, tehát ez egy nem egy sátortábor, hanem olyan tábor, ahol minden családnak van külön mosdós, fürdőszobás, vécés lakása, tehát nehogy elrettenjen valaki, hogy majd a mező szélébe ott leszünk sátorba az 1 éves gyermekkel, nem. Akkor ez nagyon komfortos. Az ezredfordulóra alakult ki a mai formája az együttesnek, és hát azóta szinte minden évben jelent meg valamilyen kiadványuk, CD, DVD, de még mesés könyv is. A jövőben próbálják-e meglepni valami újdonsággal a közönségüket? Hát számok azok születnek, de egyre kevésbé megy már a CD dolog. Természetesen fönn vagyunk mindenféle ilyen zenet letöltő csatornán, de valószínűleg csak oda kerülnek fel, bár szeretik még a CD-inket, tehát a kocsikba, az új autókba, nekünk mindig csak régebbi autónk volt, az új autókba, ugye a CD lejátszó még megvan, egyébként már többnyire csak számítógépről néznek meg, hallgatnak minket, tehát valamilyen fokon még megy, de egyre inkább kevésbé lehet ezeket forgalmazni. Terveink vannak, hát egyelőre helyre állunk a Covid után, és majd akkor utána lehet, hogy megjelenünk egy új CD-vel. Széves a múzeumok éjszakája. Az országos rendezvényhez idén is csatlakoznak Zirc kulturális intézményei. Az idei múzeumok éjszakáján Vámbéri Ármin, a Kelet kutatója című kiállítás érkezik hozzánk, amelyet dr. Kerecsényi Ágnes, a kiállítás kurátora fog majd megnyitni, és ezért az összes programunk kapcsolódik valamilyen szinten Törökországhoz. Lesz egy olyan programunk, aminek az a címe, hogy küldj egy képet Törökországból. Itt egy kicsit az Oszmán Birodalom hangulatát fogjuk megidézni, és az elkészült képet úgymond hazaviheti magával nyomtatott formában
az, aki Törökországban járt. Úgyhogy egy kicsit a török hangulatot tovább tartsuk, a következő programunk az a török nemesszőnyek készítés lesz, ami mintavilágában és készítési módjában is teljesen a török típusú szőnyegekre fog utalni. Illetve hát a múzeum 2021. szeptemberében megnyílt kiállításába is betekinthet bárki, aki még eddig nem járt volna a múzeumunkban, és vezetett állatvezetéseket fog tartani, szintén a múzeumunk kurátora, dr. Rutkai Miklián Eszter. Nagyon különleges lesz a múzeumok éjszakájából a szempontból, hogy a zirci piac is nyitva lesz most éjszaka, egy éjszakai piacot szerveznek, és mivel nagyon közel van a két épület egymáshoz, azért nagyon könnyen átjárható lesz a két intézmény között. Nekünk a legnagyobb öröm, hogy a múzeum kávézója is meg fog nyitni ez alkalommal. Otto Péter polgármester úr nyitja meg a kávézót, és onnantól kezdve jöhetnek a fogyasztó vendégek a kávézóba. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, bővebb információkért a múzeum honlapján, illetve a Facebook oldalán olvashat bárki. A múzeumok éjszakáján 2022-es évben több helyszínen is várjuk a látogatókat. A Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumának állandó kiállítása ingyenesen látogatható, 18 órától egészen éjfélig bezárólag. Ingyenesen látogatható a kiállítás, viszont támogatói jegyet lehet vásárolni, amellyel a múzeum fennállásának 50. évfordulója alkalmából lehet támogatni a Bakonyi Természettudományi Múzeumot, illetve ezzel a támogatói jeggyel pedig feljogosítva van a vásárló, hogy egy tombola sorsoláson is részt vehessen. Ugye a múzeum kiállításán túl a múzeumnak van egy saroképülete, itt a Rákóczi tér 3-5 alatt, ahol a közművelődési teremben, illetve a folyosón különböző korosztály számára programokat biztosítunk. Értve ez alatt a kézműves foglalkozás 18 órai kezdettel, vagy illetve 19 órai kezdett, vagy 18 órakor nyit egy időszaki kiállításunk. 50 éves fennállásunk alkalmából egy 50 év a Bakony szívében című időszaki kiállítás várja a látogatókat. Itt a saroképületünkben több program is várja a látogatókat, értve ez alatt a kézműves foglalkozás inkább a kisebb korosztályra való tekintettel, de idősebbek is ugyanúgy részt vehetnek ezeken a foglalkozásokon. Itt az évemlősét, a törpelgeret lehet elkészíteni, termésmandalákat, állatfigurás termésmandalákat lehet majd készíteni, valamint botanikai könyvjelzőket, préselt növények, préselt levelek, virágok segítségével, valamint lesz ugyanebben az épületben, a saroképületben mikroszkópos foglalkozásunk is. Növényeket, rovarokat fogunk a mikroszkóp alatt bemutatni az érdeklődőknek, valamint rovarokat is lehet preparálni, egy picit betekintést nyerhetnek a látogatók a múzeumi munkába, a gyűjtemény és feldolgozó munkába egyaránt. Gyakorlatilag minden kolléga részt vesz ebbe a programsorozatba, és hát úgy, hogy a múzeumunk ugye május 17-én ünnepelte az 50. fennállásának 50. évfordulóját, ezért különleges programokkal is várjuk az érdeklődőket, tehát egyrészt azokkal a hagyományos programokkal, amik jól beváltak és korábban is megvalósultak, így például az éjszaki denevérparti az arborétumban, most is Mészáros József bakolykutató bemutatja a denevérek csodálatos világát egy hálózással egybekötve. Emellett lesz egy éjszakai túránk, amit Kovács Attila ornitológus kollégánk fog vezetni a Pintérhegyre, és amit eddig még nem láthattak igazából látogatók, az a Pénzes Győri fúrómag mintatár, amit Katona Lajos Tamás geológus kollégám fog bemutatni, az év nyersanyaga, a bauxit kapcsán ott őrzött fúrómintákat lehet megfigyelni, esetleg betekinteni, hogy hogy lehet azokat helyreállítani, csomagolni és megőrizni. Hát ez lesz ez a három külső programunk. Ugye természetesen, ha az időjárás olyan lesz, akkor ezeket nem tudjuk így megtartani. A kultúri programok közül a Pénzes Győri mintatárnak a megtekintése regisztrációhoz kötött. A másik két kultúri programnál itt lesz a gyülekező a saroképületnél, ott a Pénzes Győrinél pedig ott lesz a találkozó, tehát ezért regisztrációt kérünk azoktól, akik ezen a programon részt szeretnének venni. Tehát a programra a szoekeedit@enhamus.hu e-mail címmel lehet jelentkedni június 22 évfélig. A múzeumok éjszakája program egyébként egy olyan jellegű program az én érzésem szerint, amikor ünneplünk.
méghozzá egy olyan ünnepet tartunk, amikor a saját kulturális örökségünket, értékeinket úgy látogatjuk, mint ahogyan gyakorlatilag besétálunk nappalinkba, hiszen ez egy büszkesége a városnak. Minden, amit itt meg lehet nézni és meg lehet tapasztalni, ez a miénk, zircieké és gyütment zircieké, tehát gyakorlatilag magunkénak érezzük a tereket, és ennek az ünnepnek a kapcsán egy kicsit egy közösségépítés is kialakulhat, hiszen annak ellenére, hogy sokszínű, változatos programmal várjuk a vendégeket, mégis egy egységet tapasztalunk meg. Itt nálunk az apátságban gyakorlatilag a nyitvatartásunk után éjfélig ingyen látogatható lesz minden helyszínünk, és plusz programmal annyiban készültünk, hogy a templomban egy olyan különleges orgonakoncertünk lesz, ahol G. Noé Ildikóval együtt fog orgonálni kapitány Dénes orgonaművész, illetőleg különleges vezetésekre számíthatnak a templomban kérdezfelelek jelleggel, amikor olyan információkat tudhatnak meg a templomunkról, amit egyébként egy normál turista vezetés során nem. Nagy sikere volt eddig mindig is a Vöröstoronyba a föl sétálásnak, most ez szintén lehetőség lesz, és csupán egyetlen ok miatt tesszük regisztrációhoz kötötté a programot, hogy az élmény ne tömegélmény legyen, hanem fölsétálnak a Vöröstoronyba, és megnézhetik ezt a kedves várost onnan föntről. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. A Ciszter című emlékkönyvtár is nyitva tart jövő szombaton, 18 órától éjfélig várják a látogatókat a könyvtár két termébe és folyosói kiállítására. A szakvezetés mellett 19 órától koncertet is meghallgathatunk a barokkteremben. Kedves nézőink, magazinműsorunkban az általános iskolai ballagási ünnepségen készített összeállításunkat tekinthetik meg. Műsorunkat. A műsor egy humoros jelenettel indul, ahol a diákok aranyköpéseit gyűjtötték egy csoportba a tanulók.
Utána a 7. és 8. évfolyamos tanulók ünnepélyes búcsúja következik. A 7. évfolyam nevében Orvos Nagy Szonya mondja a beszédet, a 8. évfolyamosok nevében Szakács Zille, Lébel Zsóka és Szőlőskei Sára köszön el. A műsort összeállította Horváth Népintér Magdolna, a díszletet készítette Póda Károly és Rákóczi Zoltán. Figyeljetek már, emlékeztek, mi volt tavaly föcin? Közben figyeljétek, jön-e a tanár. Tehát, amikor a tanárnéni kereste a térképet és... Jön a tanár! Osztály, vigyázz! Hiányzik valaki? A mai órán igazából általános ismétlést szeretnék tartani. Kíváncsi vagyok, mire emlékeztek az elmúlt év anyagaiból. Először talán irodalom. Az első magyar költő híres versére. Emlékszik még valaki? Bogi? Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, de már Magyarországon is kapható. Ez szörnyűség. Próbáljátok meghatározni a balladát, mint műfajt. Anna? Többnyire egy katasztrófa jelenetet ad elő lírai színezettel. Na, ez sem ment jobban. Emlékeztek esetleg Petőfi életére, Flóra? A költő Kisszalontán született, fiatalon bejárta az országot. Utána Pestre gyalogolt csokonaihoz, amikor hazautazott, megrohamozta az édesanyját, találkozott Szendrei Júliával, akivel táncoltak a Bilvax kávéházban. Elég, elég. Talán térjünk rá a történelemre. Mi tette az embert emberré, János? Az állatok. Az ősembert a földművelés emelte ki az állatvilágból, foglalkozásai, pék, kovács, műkörmös és biztonsági őr. Hát ez iszonyat. Az biztosan tudjátok, ki volt Hannibal. Egy Szió Tiller főszereplője, Jack Nicholson. A görögök istennője. Állati domár. Kicsit könnyebben próbálkozom István király tetteiből. Mire emlékeztek, János? Elrendelte a minden 10. utca, építsen egy templom. Elrendelte, hogy építsék meg az Árpád házat. Akkor István meghalt, az építést Géza folytatta. Arra emlékeztek esetleg, mi az a cég? Olyan klub, ahol összemennek az emberek. Egy munkaközösség, ahol ingyen dolgoznak. Matematikával próbálkozom. Hogyan szorzunk törtet-törtet? Törtet-törtet úgy szorzunk, hogy lehetőleg kiférjen egy sorba. Talán én tudom az egyenletrendezést. Nagyszerű, mondjad! Az egyenletet balról jobbra, vagy jobbról balra rendezem addig, míg ki nem jön a nulla. Na, ezt még én sem hallottam. Mi a teendő egy két ismeretlenes egyenletnél, Hanna? Az egyenletben először is megkeressük az ismerősöket. Fizikával próbálkozom. Mi történik, ha A testet ütköztetjük B testtel? Karambol. Jonathan, kémiában mondj példát szénhidrogénre. Cukor. És még? Kocka cukor. Biológiában milyen meghatározások jutnak eszetekbe, Bogi? A fotoszintézis a kevés, nem ember tulajdonságok egyike. A nyitva termék még zárás előtt vannak. A növények is mozognak, csak igyekeznek nem elmozdulni a helyükről. Ebből elég. Utoljára hagytam a földrajzot. Mi a síkság? Ahol elbehubák, nem zavarják a kilátást. Hát a 8 év alatt mit tanultatok? Nyugodjon meg, tanárnő, mi mindent megtanultunk. Hogyan? Ha most nem is remekeltünk, de meg fogjuk állni a helyünket. De mire emlékeztek az elmúlt 8 évből? Hát nem a tanulókra, inkább a szünetekre. Az edzésekre, a karanténre. A kirándulásokra. A sikerekre és a kudarcokra. Egymásra. A jó szavakra. Mindenre, gyerekkorra. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep. A
A szó, a könyv, a mosoly, a világ. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket, az életet, mely jutalmas büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezze zöld június jág. S halljuk, reménytől szívetek hold lüktet, szép lassúsággal búsan szól az ének. Föl-fölrepülne, leszáll, tétováz, a sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni oká, elsápadva a messzeségben észtek. Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valóságra. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesíts. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Használd fel. Az élet vagyon. Vigyázz rá. Az élet érték. Használd fel. Az élet titok. Felsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Harcold meg. Az élet dal. Éneked. Az élet kaland. Vállald. Az élet küzdelem. Győzz le. Az élet jutalom. Használd fel. Az élet, élet. Éljen. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint fölhalad valaki más, e kavas, mely mélyen földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, és az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hagyja nyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, és ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a romaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összeróbbadik, hogy tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg nem teszi a művészomot. Tisztelt vendégeink, tanáraink, kedves ballagó diáktársaink! Minden évben eljön a búcsúzás napja. Tudjuk, az elválás mindig szomorú. Ide köt benneteket 8 hosszú év meg annyi élménye. Megtanultatok közösségben élni és dolgozni az alatt a pár év alatt. Szereztetek néhány életre szóló tapasztalatot, amelyeket sosem fogtok elfelejteni. Rengeteg barátságot kötöttetek, amelyek megmaradnak, akár egy egész életen át is. Most könnyes a szemetek, hisz tudjátok, az elmúlt éveket már nem hozhatja vissza semmi. Az általános iskola volt életetek legmeghatározóbb időszaka, amelyet együtt, egymás mellett töltöttetek el, néha barátságban, néha civakodva. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is. 8 év évet töltöttetek ezen falak között. 6 évesen még szorongba léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és a számok birodalmába. Mikor a felső tagozatba kerültetek, új tanárok fogadtak titeket. Az ő segítségükkel bővíthettétek ismereteitek körét. De ne feledjétek, nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük. Nem csak tanítottak, neveltek is benneteket a szüleitekkel együtt. Sokszor talán nem hittetek nekik. Lehet, hogy haragudtatok rájuk.
Most talán úgy érzitek, megszabadultok tőlük. De egy év múlva már szeretettel gondoltok rájuk. Mert rájöttök, ők csak a javatokat akarták. Az évek hosszú sora alatt összekovácsolódott osztályok most szétszakadnak. Útjaitok sokfelé ágaznak. Ezek az utak innen indulnak, ahol 8 év alatt sok mindenen keresztül mentetek a tudásért vívott küzdelemben. Sikerült-e? Volt-e elég segítségetek? Hová jutottatok? Ezekre a kérdésekre a jövő adja meg a választ. Azt kívánom, hogy a mai nap legyen felejthetetlen számotokra. A diáktársak nevében céljaitok eléréséhez erőt, egészséget és sok sikert kívánok. Búcsúzóul, útravalónak fogadjatok egy idézetet. Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, és főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron is el kell érnünk. Másik útra lépsz, ismét változol. Az idő folyója egyre tovább sodor. A víz hűvös és mély, de ettől ne soha se félj. Családod és barátaid biztos kézzel tartanak, nehogy bármikor a habok alatt maradj. Úszol majd a sodrással, néha erre a szembe, de az az egy jusson eszedbe. Van eszed, szíved és két erős karod, amikkel magad mindig irányíthatod. S ha idővel egyszer majd partot érsz, legyen az olyan, amit mindig remélsz. Addig is kísérjen téged a szerencse, küzdj bátran és juss mindig csak előbbre. Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat. Megállunk, hogy érezzük a napfényt, és saját szivárványt építünk. Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a lehetőségeket, és nekivágunk saját kalandjainknak. Ma van az a nap, amikor élünk és nem aggódunk, amikor megünnepeljük az örömöt, amikor időt találunk álmainkra, és arra, hogy higgyünk a csodákba. Néha az életben te találsz egy különleges barátot. Valaki, aki megváltoztatja az életed azáltal, hogy csak a része annak. Valaki, aki meggyőz téged, hogy valóban van egy bezárt ajtó, ami csak arra vár, hogy kinyisd. Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor kötetnek, el nem szakadnak örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az egész világot. Emlékszel akkor a reggeli nevetésekre? Reggel volt, de ez nem számított. Suliba haladva panaszkodtuk el egymásnak szerelmi bajainkat, nem törődve az idővel. Másnak túl hosszú volt az út, nekünk mégis oly rövid. Egyedül elindulni annyit tesz, mint elhagyni mindazt, amit mások adtak, amit könyvekből tanultál. Ez a legrémesebb dolog, amit egy ember tehet, az ismeretlenbe lépni. Mit fogsz látni? Mindent és akármit. Egy hulló levelet, barátod viselkedését, a tó színén a fodrokat, egy halom követ, egy romos épületet, zsúfolt utcát, egy csillagos eget, akármit. Miután láttál, már nem leszel az, aki voltál. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit áttélsz, osszad meg. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz. Minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Alkotni szépet, boldognak látni minden népet. Megetetni az összes éhezőt, virággal ültetni be tarmezőt.
és megöntözni a sivatagot, ez, mit az élettől akarok. Békében nevelni sok gyermeket, s ne legyen rémisztő a rengeteg. Fény gyújjon fel az agyakban, s az ember ne éljen akaratlan. Csak az örömök legyenek nagyok, ez, mit az élettől akarok. Emlékezni arra, mi régen volt, becsülve tiszteni az öregkort, mert tapasztalást tanít jövőt, és erős oltalmazhat sertülőt. Hogy városokat ne fedjen el a homok, ez, mit az élettől akarok. A vérnek legyen végre értéke, nem kérdezve, hogy értéke, csak adni magadból őszintén, hogy kísérjen a tudás, a fény, és a gyerekek legyenek boldogok, ez, mit az élettől akarok. Kérem, legyen minden nap ünnep, hol könnyed nem a fájdalmak szülnek. Legyen hit, megértés, szeretet, béke, hisz az életnek van valódi értéke. Forrás legyen, tiszta, átlátszó, kristályszépségű cseppekből fakadó, hideg és jó ízű értető víz. Csörgedezz alá, magas hegyek sziklái közül, kelját méteres köveken, konokút veszőkön és friss levegő hegyi réteg. Patak legyen, lágyan aláhangló, hűvös érintésű. Hideg sejmes vizettől kapjanak erőre a szomjas vadak, kanyarok kövek között, fodrozódó bárányfelhő, kiégeg állat. Zöld pázsit és őszi javar keretezzen, míg tovább ördülsz, kavicsokat mosva, slom folyóvá terebélyesedsz. Folyó legyél, hatalmas hullámfodrokkal tovahömpölygő áradat, mely mindent megragad, magával sodor, míg el nem ér a végtelen tenger sírjába. Tenger legyél, nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság. Tajtékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt, szilaj erő hullámsír. Vagy elcsendesült a víztükör. Óceán legyél, széles és határtalan, kincseket rejtő, ringató mély bölcső. Vég nélküli korlátlan a lehetőség, pusztító, tomboló őserő, roncsokat temető, kiismeretetlen végtelenség. Legyél víz, életet adó őserem, legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen, legyél levegő, mindenbe borító láthatatlan, legyél szikla, szilárd, megingathatatlan, legyél forrás, patak vagy tenger, legyél te magad, legyél ember. Semmi se szegje kedvedet, repülj, szakíts magadra az eget, építs, vagyonts, neked minden lehet. Szabad vagy, mint űrben a fénysugár, szabad, mint a morajló tengerel, s csak öntörvényed a korlát, határ. Én itt oly sok szeretetet kaptam, és oly nagy szeretetben éltem. Hodakin is ilyen szép az élet, én boldog leszek, s nem hiába éltem. Én itt oly sok szép versiót tanultam, itt mindig hűtársak közt voltam. Az évek hamar elrepültek, de emlékük elkísér, míg élek. Tisztelt vendégeink, tanáraink, kedves szüleink, diáktársaink! Útjaink százfelé válnak, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, és épít karunk egy szebb holnapot. A mi jutunk akkor kereszteződött, amikor első osztályba kerültünk. Szerencsések voltunk, megkaptuk a számunkra legjobb osztályfőnököt, Nagy Néválint Anita nénit. Rengeteg mindent köszönhetünk neki. Az iskolai tantárgyak mellett megtanította nekünk a türelmet, a megértést és mindent, amit tudnunk kellett 5. osztály előtt. Az ő segítségével 4 év alatt kialakult egy osztályközösség, aminek mindenki részese volt. Szeretettel emlékezünk vissza az alsós éveinkre, az osztálytermünkre, a fogocskára az udvaron, vagy éppen az osztálykirándulásokra. Teltek múltak az évek, idősödtünk, 5-esek lettünk. Eleinte ez még fura érzés volt, úgy éreztük, nem idevalók vagyunk, elvesztünk. Pontosan emiatt vagyunk hálásak Szejfeld Gyöngyi néninek, azért a másfél évért, amit velünk töltött osztályfőnökként, és visszaterelt minket a helyes útra.
Hálásak vagyunk, amiért megmutatta, hogyan legyünk kedvesek, elfogadóak és önállók. 6. osztályban fél évkor új osztályfőnököt kaptunk, Bárány Judit nénit. Abban a tanévben nem tudtunk sok időt együtt tölteni, hiszen bezárt a világ, és 6 hónapig nem találkoztunk se osztálytársainkkal, sem pedig tanítóinkkal. Ez felforgatta az életünket, nem lehetett hozzászokni a távoktatáshoz. Folyamatosan elterelődött a figyelmünk a tanulásról és az iskoláról, amiről több vicces emlék is fennmaradt. Szeptemberben aztán újra kinyíltak az iskola kapui, és nehéz volt visszaszokni a rengeteg tanuláshoz. Amikor Judit néni az osztályfőnökünk lett, biztosan nem számított arra, hogy mennyi gondja lesz velünk. Erre persze idővel rájött. Például, amikor az egyhetes kiránduláson, Városlődön, Erdei iskolában már a 2. napon a 8. A tanulóiról beszélt a teljes tanári kar. Vagy amikor beléptünk a serdülőkorba, és lázadtunk nem csak az iskola, hanem az egész világ ellen. Voltak vicces napok, szomorú napok, csalódások, örömök. Végül eljutottunk 8. osztályig. Év elején eljuthattunk Erdélybe, ahol még jobban összekovácsolódott a kis csapatunk. Egy élmény volt végignézni, ahogy mindenki felnő, nem csak fizikailag, de személyiségeben is kiforrott. Mindenki készült a felvételire, hogy biztos helye legyen a következő iskolájában. Felvételi után egyre csak biztattuk egymást. Ott voltunk a másiknak, támogattuk egymást, amiben csak lehetett. Ez az, amit Judit néninek köszönhetünk. Az összetartást, ami nélkül nem is létezik a közösség. Meg persze azt is, hogy sose lustuljunk el az év folyamán. Nélküle az osztályunk 6. osztályban szétesett volna. Nem tudjuk, vajon olvassátok-e majd, amit egykor a padba karcoltunk. Zenekarnevek, számok, és hogy egyszer mi is itt voltunk. Köszönetet szeretnék mondani a saját és társaim nevében minden tanárnak a türelemért, a fáradozásért. Amikor a lehetőségek után újabb lehetőséget adtak nekünk. Köszönjük a hitet, amit belénk fektettek az elmúlt években. Osztályközösségünk folyamatosan formálódott, diáktársak távoztak és osztálytársak jöttek, viszont egy dologban biztos vagyok, hogy mindaz az idő, amit együtt töltöttünk, örökre velünk marad emlékeinkben. Mondták már páran, hogy szoros pórázon kell fogni minket, de ha mégis rosszak lettünk volna, az a pici betűk hibája, ugye Kata? Kedvességünk határtalan, Livi nénitől mindig megkérdeztük, család hogy van, időhöz mit szól? Fizika órán elhangzott bugyut a kérdéseink, és a német témazárónál használt tipmix módszer alátámasztotta azt, hogy tanulni nem szeretünk. Kémia főleg nem az erősségünk, elvégle a klór az egy szintelen, szaktalan, szúrószagú gáz egyben. Matekteremben temetést tartottunk, ahol a mi atyánk is elhangzott. Ha kirándulni mentünk, mindig az volt a kérdés. De mennyi a busz? Na és persze, hogy főzhetünk-e babujást a hátsó sorban a színházban menet. Amikor hó esett, ezt beletemettük a hóba, úgyhogy levegőt csak kapjon. Januárban a pálinkás jó reggelt miatt valószínűleg többszöri ellenőrzés várható a fiú WC-ben. Pont úgy hangoskodtunk, mint az a bizonyos zabacsak a nyelvtankönyvben. Alsóban azt hittük, hogy könnyű lesz a felső tagozat, de Jutka néni mindig mondta, hogy hinni ott abban a két tornyúban kell. Megtanított minket írni, olvasni, számolni, sokat köszönhetünk neki. Szép emlékeket őrzünk róla. Livi néni vitte tovább tudásunkat, kisebb-nagyobb sikerrel, szép helyeken jártunk együtt az osztállyal. Meghallgatta problémáinkat, segített, ha kellett, kiállt mellettünk. Örült, ha készen volt a házink, de még jobban, ha a tanáriban épp nem a 8B-ről volt szó. A távoktatás előnyünkre nem vált, de majdnem sikerült megtanulni, hogy adjuk le időben a beadandókat. Számba vettem az elmúlt 8 év történéseit. Az első napon Lindl Zoltán úr ütött minket diákká. Arthur királyt megszégyenítő komolysággal az iskola kötelékébe fogadott minket, szavainak egy 1 méteres ceruzával vállunkat ütögetve nyomatékot is adott. Nem állítom, hogy mindenki örömmel várta a játékos óvoda után az iskolát, de elfogadtatás után kicsit sajátunknak éreztük az épületet, a termünket. Körös Erika néni 4 évig is tápolt minket, dicsért megérdemeltük, dorgát rászolgáltunk. 2018 nyarára egy osztálynyi idegen gyerekből közösséget kovácsolt.
Az idő sokat szépít a konfliktusokon, én úgy emlékszem, nem is voltak. Épp, hogy csak nagyok lettünk, magabiztosak és bátrak, rettenthetetlenek, kiléptük az F-épületet. Az alsó öregekből felsős picikké váltunk. Már nem volt merszünk a jól bevált sínyekhez, nem futottunk neki és csúsztunk végig térden a folyosón, nem kötöttük össze a másik bendicipőjének fűzét, hogy aztán arra bukjon. Új közeg, új tanárok, új elvárások és új kihívások elé álltunk. Felnőttnem kellett, Kovács György tanár úr két szép kék szeme mindig vigyázta léptünket, ha kellett, ha nem. Gyuri bácsira ráillik Juhász Gyula mondata, a tanár az a gyerek, aki a legtovább jár az iskolába. Még nem felejtette el, milyen a katedrával szemben egy év állni a paddal, amíg felelőt választanak. Tudja, miért nem múl meg mindenki, ha felmerül a nagy kérdés, ezt kitette. És lelkem olyan büszkén, hogy összetartó csapatot kovácsolt, mint amennyire haragszik, mikor egy ember vétke miatt mindenki beáll, hogy védve egymást, együtt vállalják a felelősséget. Mindannyiunk nevében mondhatom, hálásak vagyunk, hogyha tehette, cinkosságot vállalt, de a komoly dolgokban nem ismert partont, hogy velünk nevetett, de nevelt minket, hogy kiállt az érdekeinkért, miközben arra tanított, hogy mi is álljunk ki magunkért. 8 év alatt sok hasznos dolgot tanultunk, és sok olyan dolgot, aminek még keressük a használhatóságát. Köszönet ezért az összes pedagógusunknak, köszönjük, hogy utat mutattak, tanítottak, bíztattak minket, ösztönöztek a többre, a jobbra. Köszönjük szüleinknek, hogy támogattak minket, míg a kisiskolásokból kisfelnőttekké váltunk. Köszönjük egymásnak is, barátainknak, diáktársainknak, sorstársainknak, hogy segítettek azzá válni, akik ma vagyunk. Hogy a most az a jövő lett, amire a múltban vágytunk. Az utolsó 4 évünket felejthetetlen 4 sor kísérte végig, amit életünkben el nem feledünk. Ne hagyd, hogy az álmok csak álmok maradjanak. Új célok, új tervek várnak ránk. Bárhova is jussunk el az életben, az iskola hírnevét öregbítse, a 2014-től 22-ig itt tanuló diákok neve. Büszkén fogjuk vállalni, hogy Zirciről is sok voltunk. Kedves kollégák, tisztelt szülők, hozzátartozók, kedves búcsúzó 8. évfolyam. Az idő soha-soha meg nem áll, az órák lóják szüntelen az útjukat. Énekelték a Tavasz 17 pillanata című filmben, és ennek az órának a mutatója ma azt jelzi, hogy nálatok elérkezett az idő, amikor búcsúzni kell az általános iskolától, készülni kell a középiskolára. Sporthasonlattal érve olyan ez, mint mikor a műugró létrán felfelé halad az elugró leszkához. Lépésről lépésre, ahogy titettétek ezt az osztályokkal. És most a deszka stabil szélén álltok, de nyár végén ki kell menni a végén. És nem mindegy, hogy hogyan ugrasz el, hogyan érkezel. Egy stabil, megszokott közegből kell az ismeretlenbe ugrani, ha jól felkészültél, az ugrás nem lesz bántóan rossz szívű, a csobbanás után belesik azt a vízmolekulák közé, de ne feledjétek, az ugrást értékelik. Ha úgy érzitek, hogy jó alapokat kaptatok, akkor magabiztosan állhattok a deszka szélére, és a begyakorlott mozdulatok segítségével végrehajthatjátok a feladatot. Ezt kívánjuk most nektek, mindannyian. Nem volt egyszerű tanév ez sem, csak úgy, mint a megelőző. A legtöbbet használt kifejezések a tanév elején sajnos a Covid, hőmérséklet, mérőpont, fertőtlenítés, maszkviselés voltak, bár szerencsére nem tartott annyi ideig, mint az előző tanévben. De végre, vége. Végre lehetett határtalanul focikupa, túra, versenyek. Most már egymás ellen is lehetett mérkőzni. Sikeres volt a felvételi is. A búcsúzó évfolyam 69 tanulója közül mindenki felvételt nyert, 42 tanuló megjelölt első helyen, 15 fő a második helyen tanulhat tovább. Azonban nem csak ebből a tanévből állt az iskolai pályafutásod. Az alsóban eltöltött 4 év osztályfőnökeitekkel
az alapokat adták meg a felső tanulmányok folytatásához. Itt már nem mint kisiskolás, hanem mint serdülő, nagy diákok vettetek részt az iskola életében. És hogy az órákon kívül ki mennyire érezte jól magát, az már csak saját magámból. De hogy összekovácsolódott egy osztály, az biztos. Ez nem kellett más, mint sok közös program, amellyel ezt a célt elértétek osztályfőnökeitekkel együtt. És igen, a cél. Látod-e magad előtt? Tudod-e a hozzávezető utat? Tudod-e, mit kell tenned azért, hogy az ugrás után felnézve a táblára, jó eredményt láss, és mondhasd, megcsináltam. Segítség nélkül azonban ez nem ment volna. Minden sportoló mögött ott van egy jegyző, egy stáb, aki felkészíti. Mögöttetek is ott volt, ott van egy biztos támasz. A szülői gondoskodás. Akik mindent előteremtettek, mindent megtettek, hogy nektek csak egy dologra kelljen koncentrálni. A célotokra, amit közösen határoztatok. Ahogy Albert Einstein mondta, tanulj a tegnapból, élj a mának, és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést. Tanáraitok ebben az iskolában szintén ezt próbáltak elérni. Segíteni, a tudást belétek plantálni, bár azért néhányan ennek ellenálltak, amely ahhoz kellett, hogy a szülői támasz mellé egy másfajta felkészítés is táruljon a cél eléréséhez. Azt kívánom, hogy érjétek el a céljaitokat, és akkor nyugodtan dőlhettek hátra, és büszkék a szülők, a nagyszülők, a pedagógusok is. És ha még ember is tudtál maradni mindezek mellett, és köszönni sem felejtesz el, ha találkoztunk, akkor már tényleg ne kívánom senkit. És ha az ember sokat van a diákok között, a programok és a beszélgetések kapcsán, nyilván megismerünk veleteket, és úgy szeretnék tőletek búcsúzni, mint ahogy megismertelek, mint ahogy megismertünk benneteket. Búcsúzom a 8. A osztályból Bácsi Zsuzsannától, aki szorgalmas, életgondolkodású lány, aki szeret olvasni, és nagyon jó írói vénája van. Osztálytársaimmal kedves segítőkész, tanácsait érdemes megfogadni. Balta Martintól, aki félénknek tűnik, mégis bátran felmerülni más mögé egy motorra. Béres Domokostól, aki az osztályban talán az egész iskola legjobb rollerese, nem ijed meg a nehézségektől, lehet, hogy fejre áll, de utána mindig talprólandó. Dober Fanitól, aki kedves, figyelmes és szorgalmas lány, és aki nagyon szépen táncol. Dahoszki Mátétól, aki szeret reggel elaludni, és általában minden mást is, ami nem az iskolával kapcsolatos, bár visszahúzódó osztálytársai szeretik jó humorra vélni. Endres utcától, az osztály másik táncos palántájától. Amit középiskolában is folytatni fog. Mindig derűs és mosolygós, amivel mindenkit magával is ragad. Gurobi Zabzorkától, aki kreatív, sokat olvas és szépen rajzol, csendes és visszahúzódó, csak akkor menekül, amikor kinyitja a száját és elmondja a véleményét. Herz Ramonától, visszahúzódó csendes kislánytól, Mátétól eltanulta, hogy szerdánként csak a második órára kell bejönni. Horváth Vitti, aki őszinte, szókimondó, becsülendő benne, hogy mindig kiáll a saját igazáért. Kádár Petitől, aki szeret motorozni, mindig szerel valamit, aminek szűkebb és tágabb környezetében nagyon jó hasznát veszi. Ő a parancsnok robbantási helyettes. Kisvorkai Lacitól, aki sokat számítógépezik, jól főz emellett kreativitását és kézügyességét is megcsillantja saját készítési gokártyával. Sztoikus nyugalmából semmi sem tudja kiközökkentek. Presit Biancától, mi a túlságosan is csendes, de nagyon megértő, megbízható és segítőkész. Kukoda Annát, akire barátai mindig számítanak. Jó humor érzéke van megállva, és mindig nagyon ízlésesen, csinosan öltözködik. És nagyon szép is. Maxi Balástól, az osztály legjobb focistájától, rekorder, tőled hallottak legtöbbször, hogy nem tudom. A 8. azért minden beillett. Németh Szintitől, egy igazi művészélektől, aki néha elég kritikusan állt hozzá az iskola elvárásaihoz. Németh Vivitől, aki nagyon aranyos, mindig mindenkivel kedves lány, óvónőnek készül, ami tökéletesen illik a személyiségéhez. Palkovics Marcitól, aki udvarias, csendes, félénk, bár legjobb barátja szerint néha idegesítő, de ennek ellenére óriási. Petőc Petrától,
aki egy csupa szív, segítőkész hölgy. Strauss Tomito, tisztelettudó udvarias ápkísérőstak. Legjobb barátja szerint néha idegesítő, de méretre is hatalmas hat. Szakály Szilvertől a legnagyobb küzdő az osztályban, számára nincsen lehetetlen, és aki csodálatosan megadó. Húzózom Varga Mártól, aki szeret motorozni, bár előfordul, hogy néha elesik, csendes és visszahúzódó, akire barátai mindig számíthatnak. Vastag Zselykétől az osztálytársai mindig mindenben számíthatnak rá, megértő és kedves, aki a véleményét sem titkolja. Búcsúzom a 8. B-ből a jövő tehetséges focistájától, Ábrahám Balástól, aki a sport egyéb területén is öregítette iskolán hírnevét, és akire mindig lehetett számítani, amikor a népismeret órához az A7-es kulcsáját szaladni kellett, így is edzésbe tartotta saját magát. A csendes, megbízható és nagyon szorgalmas Béber Nórától, aki bár szeret utazni, mégis azt hallja, hogy mindenütt jó, de legjobb. A rajtehetséggel megáldott Bittman Gerdától, akinek minden helyzetre van tarsójában egy odaillő, csattanós, ütős megjegyzés. A mindig jókedvű ám, de szerint Bóla Sárától, aki társaival megértő, szívesen meghallgatja őket, próbálja őket deríteni a körülötte levőket, és nagyon-nagyon jó barátnak. Az osztály egyik ókamesterétől, a sportban is jeleskedő Farkas Balástól, aki sok vidám percet szerzett maga körül mindenkinek, és aki a 8. osztály évvégére, szaktanárai örömére tökére fejlesztette a kisgyermekkorában elsajátított cuppogás. A jókedvű, kedves, örökgyerek mindig mosolygó Horváth Bencétől, akinek saját elmondása szerint az odafigyelés nem az erőssége. Szívesen utazik és fedezi fel maga körül a világot. A mindig mindenkire odafigyelő, végtelen segítőkész, megbízható és kreatív Józsa Lénától, aki sok embernek okozott örömet saját készítési ajándékaival. Az órákon hallgattak, ám a szünetekben annál élénkebb Karli Bencétől, akinek a 14.-4. születésnapját osztálytársai, felejthetetlenül tették szülei és tanárai örökére. A segítőkész és csendes, szerény Kovács Attilától, aki mindig szívesen segít másoknak, barátai szerint ritkán szólal meg, de akkor mindenki nevetésre fakad körülötte. A szolgalmas írói és színész divénával megáldott Kovács Katától, aki szinte mindenen képes hangosan nevetni. A mindig udvarias és segítőkész Kugler állottam. Aki nagyon szeret sportolni, de még inkább a barátaival lenni, és legalább ugyanennyire nem szeret verset tanulni. A tehetséges kézilabdástól, Kuti Zoltántól, aki szintén megérdemelte nyerte el az osztály munkamestere címet, és aki igyekezett mindent megtenni azért, hogy a német órák menetét az óraanyagához egyáltalán nem kapcsolódó kérdéseivel más pederre terelje. Reméljük, a másik nem iránti érdeklődés nem hátráltatja kézilabdás fejlődését. A végtelenül szorgalmas és sportos Lébes Zsókától, ami Zsóka Cicánktól, aki szabad idejében legszívesebben lovagol, és aki jó humorával ad a hamar vidámságot terem maga. A hihetetlenül sokoldalú, nagyon szorgalmas és kötelességtudó Lindl Nóritól, aki nagyon szívesen segít másoknak, kedvenc időtöltéseik közé tartozik az olvasás, rajzolás, festés. A többieket idézve, ha a Nóri nem tudja, akkor mi? A csendes, szerény és szorgalmas nagy Beától, aki mindig sok vicces pillanatot élhetek át a barátai. Nagyon udvarias és segítőkész Nemes Martintól, aki azt hallja, nem kell mindent komolyan venni. A mindig mosolygós, kedves és szorgalmas Néklegitől, aki mindig kiáll a maga és társa igazáért és igazban. Az órákon mindig csendes Pihóker Bálintól, akinek tanárai csak ritkán, barátai annál többször hallották a hangot. A tehetséges focikapus Rimper Bencétől, aki az erdélyi kiránduláson testi épségét kockáztatva mindent megtett azért, hogy csapata megnyerje a meccset a Mikó kollégium csapata ellen. A csendes és szerény Rimper Kingától, aki reméljük kilép az árnyékból és kinyílik. A táncos lábú Simó Rebekától, aki rajztehetségét szereti mások tüzetében kiélni, és szeret másokat szekálni és piszkálni.
Az iskolai atlétika csapat egyik oszlopos tagjától, Tamási Dórától, aki szerelmesen a síelésnek is rettegettünk érteleget, és a tanulásban is jelesedik. Az őszintei szókimondó Dribel Vandától, aki szeret utazni és új embereket megismerni, de tesi órán fusson inkább más. A mindig segítőkész kicsit szórakozott, néha álomvilágban élő Wagenhofer Kós Bálinttól, aki képes pozitív, komoly meglepetéseket okozni maga körül mindenkinek, lásd matematika felvétel. Búcsúzom a 8. C osztálytanulóitól. Búcsúzom Bálint Laurától, aki sohasem rejtette vég alá véleményét, többire ezt a tanulák alatt is megtette, és az óra alatt is megosztotta gondolatait pattásra. Budai Barbarától, a kis állózószéktől. Remékedve várjuk, hogy megtalálja a megfelelő hangerejű ébresztő óráját, ami még a második vagy a harmadik óra megkezdése előtt is jelezni fog. Budai Bálintól, hogy megalakíthatjuk, hogy bátran felveti a versenyt akár terasztelről is. Ezt bizonyítják napközbeni tánclépései, amivel elkápráztatja az osztályközösséget, ezentúl bizonyított a filozófiai vénáját is a következő nagy megállapítással, ami így hangzik: lehet, hogy nagyobb vagyok, mint én. Turkó Pannától. Osztálytársai igazságtalan drágálkodásait látva, személyből tisztán kivehető, a már ügyvédként praktizáló ügyvédnő megírt büntető beszéde, ami mindig a legsúlyosabb büntetést tükrözi. Hegedűs Esztertől, aki a reggeli kávéja és a sokrétű sminkje nélkül számára nem lenne teljes egy igazi iskolai. Károly Vikitől, aki a legnagyobb állatbarát, ami a lovakat illeti, az osztályközösségben nem a Suttogó című film szereplője, nem a pszichikai hatásokkal, inkább a hangzatos hozzászólásaival tesz mindent a helyére. Kes Vanessától, aki egy igazi anyatigris, nem csak az elpanászolókat utasítja rendre, de a vele szemben menőket is bátran megmutatja a kiárat irányát. Király Leventétől, az osztályvagányától, ebben nem ismer határokat, ez kémia és fizika órákon bátran be is mutatott. Kis Barceltól, az öröki álmost úszóka szerepében tündököl, de titokban tudjuk, hogy több kamaszlány szívét is meglobogtatta. Kresbisz Mirától, ő a legkisebb csicsergő, de nem a legkisebb hangerővel, természetesen csak is az a órák alatt. Korsa Esztertől, szintén egy igazi tyúkanyó, vele mindent meg lehet beszélni, és mindenkivel hajlandó ezt kedvesen megtenni, lehet, hogy aztán dúlfúl a méregtől, de még így is képes mosolyogni. Kóta Imrétől, beszédtechnikailag kifogástalan, az egy másodperc alatt kiejthető hangok számát tekintve. Ez csak az osztályfőnöke képes utánozni Imrét is kötelve. Kovács Zalánótól, egy igazi gentleman, mind mozgásában, mind kommunikációjában. Sohasem vág senkinek a szavába, inkább csak a másnak válaszol. Az utánozhatatlan angol humor kifogyhatatlan tárházát birtokolja. Hajer Pétertől, a közmondás szerint a lassú víz partot most rá, aztán nem jellemző, történész és költői vénáit néha ellentmondásos képek leírásával bizonyítja. Körítésként kedvelt időtöltésével édesíti meg ezeket a pillanatokat, amikor süteményt készít. Markó Vikitől, a megbízható, szorgalmas lánytól, akire mindig lehet számítani. Csendes, mégis mindenki felkelti mások érdeklődését. Pap Máté Lászlótól, mondhatnánk, a legcsendesebb az osztályban, ez dicséretes. Sosem szól, nem vitatkozik, nem is érvel, csak az a probléma ezzel, hogy ez felelésben is betartja. Sas Danitól, aki egy igazi szendvicsbáró. Ezt nap, mint nap bizonyította a megszámlálhatatlan mennyiségű szendvicseinek elfogyasztásával. Le a kalappal az anyukája előtt, hogy ezt a mennyiséget minden reggel prezentálja. Simon Rékától, aki egy igazi egyéniség. Sohasem csapódott más társasághoz, türelmesen megvárja, míg ő kerülhet a kíváncsiskodók középpontjába. Természetesen a tanulmány eredményében és precizitásában nem a várakozó álláspontot képviselte. Szabó Istvántól. Kedves István, reméljük új otthonra és barátokra lehetél hazánkban, a mi kis osztályközösségünkben. Sok sikert kívánunk a továbbiakban.
Szőlőske is Árától, amik is Sacintól. Mindig kreatív és utánozhatatlan feladat megoldásokat talál ki. Elkészültségét bizonyítja, hogy ezt határozottan meg is tudja indokolni. Nem okoz gondot, ha a feladat egy piros körről szól, és a végeredmény egy fekete háromszög lesz. És végül Weber Kristóftól, aki Tóni Miklós ámulva nézhette volna, mikor sikerült a tornapadot testnevelés órán a teremben elrepítenie. Ereje és kreativitása nem szabhat határ találékonyságának, hisz nincs olyan feladat, ami a megoldásához ne tudna igénybe venni egy formás, legalább 5 kilós kalapácsot. Kedves buszolgatókosok, mindjárt nevében sok sikert kívánunk nektek, és jó utat a továbbiakban. Járjatok szerencsével, és ugorjatok egy szépen. Iskolánk legnagyobb kitüntetése a Reguli plakett. Azok a tanulók kapják, akik 8 éven keresztül példamutató magatartást tanúsítottak, kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, valamint versenyeredményeikkel növelték iskolánk hírnevét. A plakett tervezője a néhai Opra Szabó István szobrászművész. Ebben a tanévben 2 ballagó 8-os részesül ebben a kitüntetésben. Szakács Zille, 8. A-osztályos tanuló, 8 éven át tartó, kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, és a hegedű versenyeken elért kimagasló eredményeiért. B-osztályos tanuló. 8 éven át elért kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért. A német nemzetiségi nyelv, a rajz és vizuális kultúra és az informatika tantárgyakból elért kimagasló versenyeredményeiért, a sportművészetben elért eredményeiért és közösségi munkájáért. Szívből gratulálunk. Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesülnek. Tamási Dóra, 8. B-osztályos tanuló. Jó tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért, szolgalmáért. Az iskolai és körzeti sportversenyeken elért kimagasló eredményeiért. B-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért, az iskolai és körzeti sportversenyeken elért kimagasló eredményeiért. Könyvjutalomban részesülnek a következő tanulók. 8. A-osztályból Dober Fanni, kiváló tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Petőc Petra, kiváló tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Közösségi munkájáért.
Vastag Zsejke példamutató közösségi munkájáért. Béres Domonkos iskolai sportversenyeken elért kiváló eredményeiért. Maxim Balázs iskolai sportversenyeken elért kiváló eredményeiért. Könyvjutalomban részesülnek a 8. B-osztályból. Léber Zsóka jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért. Az iskolai és körzeti sportversenyeken elért kimagasló eredményeiért. Józsa Léna jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkájáért. Wagenhofer Kós Bálint kiemelkedő közösségi munkájáért. Könyvjutalmat vehetnek át az iskolai és körzeti sportversenyeken nyújtott eredményes szerepléseikért az alábbi 8. B-osztályos tanulók. Bolla Sára, Simor Rebeka, kérem őket, hogy fáradjanak ki. Farkas Balázs, Ábrahám Balázs György, Kugler Áron, Nemes Martin, Karli Bence. Könyvjutalomban részesülnek a 8. C-osztályos tanulók is. Kovács Zalán jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért, az Erasmus programban való aktív közreműködéséért. Simon Réka példamutató magatartásáért. Viktória példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért. Majer Péter példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért. Könyvjutalmat vehetnek át közösségi munkájukért és az Erasmus programban való aktív közreműködésért az alábbi 8. C-osztályos tanulók. Bálint Laura, Budai Bálint, Klespic Mira, Szőlőske és Sára. Ebben a tanévben több 8. B-osztályos tanuló is kiemelkedő teljesítményt nyújtott német nemzetiségi nyelvből, Forstopperné Ivanics Lívia
és Sasváriné Katona Éva pedagógusok segítségével. Teljesítményüket a Német Nemzetiségi Önkormányzat is külön elismeri, amelynek képviseletében felkérem Hédli Evelin elnökasszonyt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét, és adja át a diákoknak a megérdemelt ajándékaikat. Adik a sok tisztelt szülők, tanárok, diáktársak, kedves hozzátartozók! A búcsúzás, az elköszönés, legyen az akármilyen szépen megszervezve, mindig egy szomorú esemény. Most közel egy évtizedes korszakot zárnak le azok, akik búcsúzó dalokat dódolva járják végig a folyosókat, osztálytermeket, ahol gyerekkoruknak, mindennapjainak nagy részét töltötték. Igen, ez a korszak most lezárult. Az itt együtt eltöltött 8 év tovább már nem folytatódik. Valójában mi is van a ballagás mögött? Majd akkor érződik igazán, amikor már nem a megszokott arcok jelennek meg előttetek reggelente, napközben a folyosón, hiszen a mai búcsúzással elköszöntök egymástól. Bízom benne, hogy az itt megszerzett tudással az élet kezdeti nehézségeit könnyedén megoldjátok, és sikerrel veszitek az akadályokat. Talán most még nem érződik, de az előttetek álló életben óriási előnye van annak a német nyelvi tudásnak, amelyet már most elsajátítottatok. Tudjuk, hogy nem volt könnyű emelt óraszámban tanulni a német nyelvet, de hiszem, hogy nem fogjátok megbánni. Bízom abban is, hogy belátjátok annak helyességét, és köszönetet mondatok szüleiteknek azért, hogy akkor a nevetekben döntve a német tagozatos osztályban kezdhettétek meg az általános iskolai tanulmányaitokat. Akkor, amikor gyakorlatilag szabadon utazhatok Európában, például egy családi, vagy később baráti külföldi nyaraláson könnyedén kérhetsz eligazítást, esetleg egy külföldi továbbtanulás valamelyik egyetemen, vagy a biztosabb megélhetés reményében német nyelvterületeken szeretnél majd munkához jutni, akkor fog igazán felértékelődni a megszerzett tudás, a német nyelv ismerete. Sajnos mindezek ellenére szomorúan veszünk tudomásul és értetlenül állunk a jelenség előtt, mikor azt látjuk, hogy évről évre csökken a német tagozaton végzett diákok száma, egyre kevesebb a beiratkozó. A szülői vélemények szerint azért, mert a magas óraszámban tanult német nyelv megterhelő a gyermekek számára. Ti, végzős nyolcadikasok, tudjátok rá a példa, ti vagytok rá a példa, hogy nem teljesíthetetlen, nem meg lehet csinálni, büszkék lehettek magatokra. Azt, hogy ki hogyan látja a jövő elvárásait, és rendeli hozzá igényét, saját meglátása. Azt viszont nehéz elfogadni, hogy a felmerülő igényekhez a lehetőség biztosítása mások hozzáállásán múlik. Én, csatlakozva az előző hozzászólókhoz, a német önkormányzat nevében elismerem és megköszönöm fáradozásokat, kitartásotokat és eredményeiteket, melyeket ezen falak között az elmúlt 8 évben teljesítettetek. Szüleitek, az iskola, Zirtvárosa és a német önkormányzat azt várja tőletek, hogy becsülettel és tisztességgel továbbtanulva gyarapítsátok azt a tudást, amelynek alapjait itt megszereztétek. Érvényesülésetekkel szerezzetek ti is dicsőséget városunknak, iskolátoknak, tanáraitoknak, hogy szüleitek méltón lehessenek büszkék rátok. Kívánok további szorgalmat az életben, sok örömet, sok sikert és mindehhez nagyon jó egészséget. A német nemzetiségi nyelv tantárból nyújtott kimagasló teljesítményéért, a német nemzetiségi tanulmányi versenyeken való eredményes szerepléseikért a következő tanulók részesülnek jutalomba. Bíber Nóra Jászni, Bolla Sára, Farkas Balázs Áron, Józsa Léna, Kovács Kata, Kuti Zoltán Ádám, Léber Zsóka, Ling Nóra, Nagy Beatrix, Link Regina Lili, Tamási Dóra,
Szívből gratulálunk a jutalomban részesült valamennyi tanulóknak. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet mondani a szülői munkaközösség elnökének és az SM tagjainak is egész éves munkájukért. Külön köszönetet mondunk a szülői munkaközösség elköszönő tagjainak, akiknek virággal háláljuk meg áldozatos munkájukat, melyet kérem, hogy Burján István igazgató úr adjon el. Köszönjük munkájukat a 8. A-osztályból Krop Ildikónak és Dóberné Németh Valériának. Áldozatos munkáját a 8. B-osztályból Kós Katának és Bittmanné Katszer Nórának. Köszönjük a munkáját a 8. C-osztályból Schoffhauser Ritának és Kovácsné Varga Anasztáziának. Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb, egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken.